Magánszemélyek esetében jelentősen lecsökkent a könyvelők adóbevallással kapcsolatos munkája. Az ügyfelek jellemzően ingatlan bérbeadásból vagy eladásból keletkező jövedelemmel, illetve évközbeni családi vagy fogyatékossági kedvezmény igénybevételével keresik meg a szakembereket. Berinckiné Papp Szilvia az adó 1+1%-áról szóló rendelkezésre hívta fel a figyelmet. Szerintem ezt nagyon sokan elfelejtik. Ebben minden évben van lehetőség 1%-ot egy vallási közösségnek, míg a másik 1%-ot egy regisztrált civil szervezetnek felajánlani. Itt felhívnám a figyelmet, hogy az, aki tavalyi évben vallási közösségnek adott le nyilatkozatot, az idei évben nem adja le, akkor az adóhatóság a tavalyi nyilatkozatot figyelembe veszi, viszont a civil szervezetnek felajánlott 1%-ot, azt minden évben új nyilatkozattal kell érvényesíteni. És én mindenkinek javasolom, hogy nyilatkozzon, mert nagyon sok civil szervezettel vagyok kapcsolatban, és a sok kicsi sokra megy. A korábbi évek gyakorlata szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal mindenki számára elkészítette az adóbevallás tervezetet, akik esetében munkáltatói kifizetői adatokkal rendelkezik. Molnár Bárdos Diana az érvényesíthető különböző kedvezményekről, vagy az éppen aktuális fizetési kötelezettséggel kapcsolatos teendőkről beszélt. Amennyiben ugye valamilyen kedvezmény jár valakinek, és egy összegben érvényesíti, akkor most ugye vissza fog neki járni, ebben az esetben meg kell adni a tervezetben a bankszámlaszámot, vagy a postai címet, ahová vissza szeretné kapni. Amennyiben viszont ugye fizetendő adója keletkezik valakinek, és 500 ezer forint alatt van ez az összeg, akkor pótlékmentes részletfizetést tud kérni a bevallási tervezetben, ezt ugye maximum 12 hónapra vonatkozóan tudja kérni, az első részletet az május 22-ig meg kell fizetni. Aki viszont nem szeretne részletfizetést kérni, akkor egy összegben meg kell fizetni május 22-ig. Még egy hétig, május 22-én éjfélig lehet benyújtani az adóbevallásokat és rendelkezni az adó 1+1%-áról.